Óvatosan megpróbálom csak éppen kiukasztani. Hajaj! Működik vagy nem? Működik! Nézzétek meg! Full olyan, mintha ez jég lenne. 35. 46. 78. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legesleg újabb videómban. Köszöntelek titeket, szép napot mindenkinek! És ha úgy látnátok, hogy kicsikét fáradt a fejem, az azért van, mivel egész nap ma forgattunk, és most jelenleg már 3:40 van, ami azért is lesz jó, ugyanis olyan trükk is lesz a lifehackjeink között, amivel elvileg lambó hangot fogunk tudni csinálni. Szóval előre is bocsánat, kedves szomszédaim! A mostani videóban sok telefonos lifehack lesz, ugyanis egy kicsikét kezdek kifogyni a lifehack ötletekből, szóval nyugodtan küldjetek nekem Instagramon, de ne aggódjatok, most is eléggé érdekes trükköket fogunk megnézni. Ha pedig szeretnétek hasonló tartalmakat a közeljövőben, akkor már most mindenféleképpen dobjatok el a videóra egy hatalmas nagy lájkot. Na de akkor nem is húzom tovább az időt, kezdjünk is bele, és nézzük is meg az első trükkünket, ami a konyhában lesz nekünk nagy segítség. Ugyanis, ha külön akarjuk választani egy tojásnak a sárgáját, illetve a fehérjét, akkor elvileg a lifehackünk szerint egy üveg segítségével meg tudjuk tenni. Na de gyertek velem és próbáljuk is ki. Séfelek ismételten visszatér a konyhába, és akkor kezdjünk is bele. Itt is vannak már a... Hú, de jó, hogy ezt nem ejtettem el. Szóval itt is vannak már a tojásaim. Nagyon érik egyébként egy olyan videó, amiben megnézzünk ilyen rövidke főzős videókat, és megpróbálom én megcsinálni, elkészíteni azokat az ételeket. Ha szeretnétek ilyen videót is, akkor mindenféleképpen írjátok le nekem lentre a komment szekcióba. Na de akkor csináljuk is ezt a lifehacket. Ott is van. Szóval akkor most elvileg ráteszem a tojássárgájára, benyomom az üveget, és fel kéne szívni a vákumnak, ami félig sikerült. És ki is pottyant, szerintem az üveggel némi problémák vannak, ugyanis itt is van a másik üvegünk, ezzel már reményeim szerint sikerülni fog. Na de akkor nézzük is meg. Ezzel már jobban beszívta. Erősebben kell nyomni. Ott is van. Ennyi. Nem kell ezen túl azzal szórakoznunk, hogy egy egyik tojáshelyéből átpakolgatjuk a másikba a sárgát, és próbáljuk a fehérjét kiszedni, és külön választani a kettőt, hanem csak megfogjuk. Ez a lifehackünk szerencsére sikeres volt, szóval jöjjön is a következő, amiben egy szívószál segítségével, anélkül, hogy megdöntenénk az egyik porrat vagy bármi, vizet tudunk átjuttatni a másik pohárba. Egyetlen egy kérdésem van. Ennek mégis mi értelme van, meg ez miért jó nekem? Erre az egészre én is kitaláltam egy tökéletes lifehacket, nézzétek csak meg! Ebbe a pohárba van víz, ebbe pedig nincsen. Figyelj csak oda! Ennyi. Na de inkább próbáljuk is ki a TikTokos lifehacket, amivel végül is ugyanoda fogunk jutni, mint amit én csináltam az előbb, ha egyáltalán működik, csak sokkal lassabban. Szóval nézzük is meg! Megfogom a szívószálat, víz alá teszem, most pedig megpróbálom légmentesen lezárni az ujjaimmal. Mindjárt kicsavarom a kezemet. Működj, kérlek! És ott is van! Ha így tartom, folyik. Hát azért jó sok idő kell, hogy megteljen ez a pohár. És a nyomás miatt már mindjárt félig lesz a poharunk, és ugyanannyi víz lesz mindkét pohárba. És megállt, ennyi is lett volna ez a kis lifehackünk. Itt is van a következő okosságunk, amihez szükségünk lesz egy dobozos üdítőre, illetve egy szívószálra. Biztos, hogy veletek is fordult már elő az, hogy amikor inni szeretetek volna a szívószállal, össze-vissza mozgott a szívószál. Na de ha a dobozos üdítőn lévő kis nyitót megfordítjátok, akkor a stabilan fogja tartani a szívószálat. Egyébként azért energiaitallal fogjuk megcsinálni, ugyanis a boltban, ahol voltam, ott csupán fémdobozosból energiaital volt. Ez egyébként fontos lesz majd a következő lifehackünkbe is, ugyanis a következőben is... Fú, de jó, hogy ezt most felráztam. Szóval a következőben is ő lesz a segítségünk. Na de akkor kezdjünk is bele! Mennyi is lett volna az ASMR percek velem? Ugye az a lényeg, hogyha így szeretnék inni, akkor mozog a szívószál.
Egyébként kíváncsi lennék arra, hogy mi van akkor, hogyha ez csak a szívószál miatt lyukas, mert értitek, ha ez teljesen tömör lenne, akkor is simán ki tudnád nyitni. Szóval ez a lifehackünk is működik, bár szerintem ezt mindenki gondolta volna, hogy működni fog, na de most jön a lambó hangos, amihez eredetileg egy kólás 3 decis dobozra lett volna szükségünk, de hát a sajnálatos módon nem tudtam most beszerezni, szóval ezzel fogjuk megpróbálni. Ha nem jön össze, akkor legalább a dobozra fogom tudni fogni. Figyeljetek nagyon, így kell benyomni két ujjal. Gondolom ez nagyon fontos rész lesz a lifehacknek. Igen, eddig meg vagyok még. Szóval azt mondja a srác, hogy nem csak simán bele kell fújni, hanem bele kell ázni, úgymond. És akkor lesz olyan hangja, mint egy lambónak. Kíváncsi leszek majd arra, hogy mi van akkor, ha csak simán belefújjuk, akkor trabant hangja lesz? Próbáljuk ki. Hát szerintem hasonlít a kis fém dobozunkhoz képest ahhoz a dobozhoz, ami a lifehackben volt. Működik! Ne haragudjon kérem senki, hogy 10:30-kor ilyet művelünk. Na de, próbáljuk ismételt, ugyanis ezt nem lehet kihagyni. Hát ezzel már a vászon is végig durogtathatnék. Lehet, hogy kéne csinálni egy ilyen prank videót, hogy csinálni ilyen menő kis kartonkocsit, tudod? Beülök előre, és ezzel nyomatom. Kell azért ehhez tüdő, na de be is fejezem, mielőtt mindenki komolyan felkelne. Szerintem ezt mindenki ismeri, hogy a telefonokon a fényerő fény hatására felmegy, ugye, hogyha kimegyünk a szabadba vagy bármi, akkor lássunk is valamit a telefonból, és akkor egy másik telefon elemlámpájával megvilágította, és láthattuk, hogy a fényerőcsík felment, azért próbáljuk is ki. És akkor le is veszem teljesen a fényerőmet, meg is világítom a telefonomat, és megy is felfele a fényerő. Szóval, ez a lifehackünk is működött. Eléggé durva, ugyanis ebben a videóban eddig, ha jól tudom, minden lifehackünk sikeres lett, szóval most már lehetne olyan, ami nem működik, nem? Ezzel a módszerrel nagyon könnyen egy mappába fogod tudni rendezni az alkalmazásaidat. Szóval az a lényeg, hogy itt kell lennie még egy mappának, és akkor kijelölöm a mappa előtti alkalmazást, mert a bam 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 bam, és akkor az alkalmazásokat a meglévő mappába húzom be, és kész is vagyunk. Most pedig egy telefontokat fogunk készíteni méghozzá egy lufi segítségével, ami nem ütésálló, nem is telefontok, de legalább hasonlít hozzá. Szóval felfújja a lufit, szépen engedi lefele, és közben nyomja rá a telefont. Nagyon óvatosan tettem rá, és szépen lassan próbálom leengedni, de közben azért nyomom a lufira a telefont. Van egy olyan érzés, hogy valamit rosszul csináltunk. Most sokkal nagyobbra felfújtam. Hát, ha most fog sikerülni, és az volt a probléma. Félek, hogy ki fog durrani, de most izomból nyomom a lufiba. Hát, ez lesz a kulcsa, és nem durran ki a lufink. És ott is van! Figyeljétek azért, milyen menő Angry Birds-ös lufit vettünk. Még hatalmas nagy dizájnja is van a tokunknak. Majdnem mondtam, hogy ezt minden nap hordanám a telefonomon, de hát egyáltalán nem biztonságos, de most az jutott eszembe, hogy mi történne akkor, ha itt belefújnék egy kis levegőt a lufiba. Ripperínyó lenne a telefonnak, vagy nem? A következő lifehackünk pedig ismételten egy telefonos, ugyanis elvileg, ha 5-ször kibehúzzuk a konnektorból a töltőnket, majd pedig a végén már kihúzzuk, utána feldugjuk rá a telefonunkat, akkor tölteni fogja, de kérdem én, ebben mi a lifehack, hogy a kábelben még maradt egy kevéske áram? 1 2 3 4
5. És akkor most jön az igazság. És ott is van, tölti. És már nem is, szóval kőkemény. Egy másodpercig töltötte, ugyanis annyi áram maradt csupán a kábelünkbe. Ismételten szükségünk lesz a Luffy barátunkra, ugyanis egy Luffyba vizet töltött az úriember, amit belerakott egy tálba, utána pedig szikszallaggal majdnem egy hashtaget ragasztott rá, a hashtag közepén pedig kiukasztotta Luffyt, és nézzétek meg, hogy mi történik. Full úgy néz ki kamerán, mintha megfagyott volna a víz. Hogy? Én ezt egyáltalán nem hiszem el, hogy ez működhetne. Na de nézzük is meg, próbáljuk is ki, ugyanis ez ennek a sorozatunknak a lényege. Itt is van a Luffy-nk, nem tudom, hogy mennyire látjátok, de sokkal strapabíróbb és vastagabb, mint az a piros, amiből a telefontok készült. Próbálom lassan engedni a vizet. Meg már szerintem tartani is kéne. Némi technikai problémák adódtak. Ugyanis az a probléma... Hát azt hittem, hogy ez sokkal egyszerűbb lesz, az a probléma, hogy időközben, amikor már sok víz van a Luffyban, jobban ráhúzom a csapra, akkor elkezd itt vékonyodni a Luffy-nk, és a súly lehúzza, és félek, hogy el fog szakadni. Na de most tartom. Itt sokkal jobb, hogy nem kell fognom itt is, ugyanis tudom tartani. Most lesz a jó, úgy érzem. Szerintem bele se gondolok, hogy mi fog történni, ez véletlenül így leesik a csapról. De ne vonzzuk be a rosszat, jó lesz itt minden. Ez lesz a tálú majd, amiben Luffyt fogjuk tenni. Próbálom odamérni. Szerintem még egy kicsikét engedünk bele, és meg is lesz a kellő vízmennyiségünk. Kézzel nem nagyon mozgatnám el ezt a Luffyt. Lehet, hogy nem is kellett volna csapkodni, ugyanis szerintem nem sok kell hozzá, hogy szétdurranjon. Megpróbálom nagyon feszesen, ugyanis szerintem az lesz a kulcsa az egésznek. És most jön a probléma, ugyanis nincsen ollónk, és késsel fogom ezt elvágni. Szóval léci, ne vágjak bele a Luffyba. És ne legyen minden vizes. Megpróbálom minél kisebbre majd a közepén található lyukat, mert ugye még ide jön egy szikszalag, meg ide jön egy szikszalag. Ugyanis akkor még nagyobb lesz a nyomás, és hát a komolyan működni fog ez az egész. És most végre mindenre fény fog derülni. Szépen! A csap felé fordítom, az a baj, hogy nem tudom belülni, hogy mekkora vízsugár fog majd így jönni. Szóval lehetséges, hogy most túl messze van, lehet, hogy most túl közel van, és itt majd kiukasztom, és bám, egyből a főzőlapra fog landolni. Óvatosan megpróbálom csak éppen kiukasztani. Hajaj! Működik vagy nem? Működik! Nézzétek meg! Full olyan, mintha ez jég lenne. És itt is végig. De mi van akkor, kicsikét közelebb teszem, ha ide teszem a kezemet? Víz, jég, víz, jég. Hát ez nagyon menő. Víz, jég. Tolom közben közelebb a mosogatóhoz, ugyanis egyre kevesebb a nyomás. De még mindig jó, és még mindig idáig úgy néz ki, mintha egy jégcsap lenne az egész. Hát nem gondoltam volna, hogy ez működni fog. Na és most el is múlt a hatása, és ennyi is lett volna ez a lifehackünk. De hát szerencsére ez is működött. Nézzük is meg a videónak az utolsó trükkjét, amivel elvileg sikeresen ingyen üdítőhöz tudunk jutni. Egy dolgot jegyezzetek meg, hogy semmi sincs ingyen, és hogy mindenért tenni kell, szóval már most megmondom nektek, hogy ez a trükk nem fog működni. 3, 5, 4, 6, 7, 8, 8, 9, most a legeslegfontosabb lépés még hozzá a csillag, és akkor elvileg ez valami titkos kód, és ennek segítségével ingyen üdítőhöz fogunk jutni, most pedig már csak ki kell választani
a kívánt üdítőnket, és a gép már oda is adja, hát akkor próbáljuk ezt ki, és nézzük is meg, hogy a valóságban mennyire működik. És akkor itt is vagyunk ennél az automatánál, ez az egyetlen hasonló, amit találtam itt az egész West Endben. Na de, fel is írtam szépen ide a mi kis bűvös kódunkat, szóval nézzük meg. 35 46 78 89, és most a legeslegfontosabb lépésünk méghozzá a csillag. És most ezután beírom, hogy mit szeretnék kérni, mondjuk legyen egy A4-es, akkor ennek működnie kéne, és meg kéne indulni az egész automatának. Esetleg valami, nem? Megpróbálom gyorsan még egyszer beírni, hát túl lassú voltam az előbb. Szóval 35, 46, 78, 89, csillag. Most pedig a választott dolog, ami A4. Akkor sajnálatos módon ez a lifehackünk is hazugság volt, és nem fogunk szerezni ingyen üdítőt, de hát most komolyan, kinek jut eszébe, hogy bármi is legyen ingyen. És akkor vissza is teleportáltam ide, meglepő módon nem működött ez a trükk. Na de ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban. Ha még esetleg nem nyomtad volna be, mindenféleképpen nyomd be a csengőt, és akkor mindig értesülni fogsz a legeslegújabb videóimról. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk egy következő videómban, addig is szevasztok!